A magabiztos győzelmet aratott a Szóese, ebben ismételten, hát mondhatjuk azt, hogy kulcsjátékot, illetve fontos pontokat tettél a közösbe, de nem csak a pontok tekintetében, hanem a kiosztásban is fontos szereped volt. Hát hogy sikerült ennyire felszívnod magad erre a derbire? Tudjuk azt, hogy a Zsíros Akadémiánál ugye nagy nehezen nyertünk 2 ponttal, és mindenkiben az volt, hogy akkor most is szeretnénk vágni, hogy nem csak 2 ponttal vagyunk jobbak náluk. Éreztem a meccs elején, hogy pörgök, éreztem, hogy a csapat is pörög, győztes meccsekből jöttünk, mindenkiben benne volt az, hogy meg szeretném mutatni, hogy mit is tud tőle hazai pályán, és éreztem azt, hogy nekem is megy a játékosokat is kiszolgáltam, és bedobták a gólokat, a gólokat a győzelemnek, mert abszolút megérdemelt. Mint védekezésben, mint támadásban egyaránt. Ugye mondhatjuk azt, hogy viszonylag hosszabb szünetetek is volt az elmúlt hetekben, majd visszatértetek egy Kecskemét elleni idegenbeli győzelemmel, és most itthon kellett. Hát mondhatjuk, hogy futószalagon jönnek a derbik. Mennyiben nehéz nektek így dolgozni, hogy hol egy hosszabb szünet van, hol egymást érik a mérkőzést, pláne, hogyha a sérüléseket is ide vesszük? Nyilván nem egyszerű, de mindenki tudja azt, hogy ezt csak csapatként tudjuk überelni. És mindenki úgy is edz, és úgy is dolgozik, hogy ez a mérkőzéseket kifizetődjön. Hogyan tudsz feltöltődni ilyenkor, amikor a meccsek közti mondjuk hosszabb szünet van? Hát próbáljuk motiválni egymást, hogy nem baj, hogy elmaradt a meccs, hogy megyünk tovább, a következőt kell mindig megvárni, és igazából ezzel. A mai mérkőzésen hát közel 40 pontos különbséggel tudtatok nyerni. Reálisan mennyi van köztetek, hiszen ugye, amit említettünk is beszélgetés közben, idegenben 18 ponttal is vezetett már a Zsíros Akadémia, és csak 2-vel tudtatok nyerni. Ma viszont egy totál más mérkőzést láttunk. Igen, nyilván a Zsíros Akadémiánál nagyon rosszul dobtunk, az első fél időben legalábbis. Itt viszont már az elején éreztük, hogy mennek a dobások, és ez volt a kulcsa a mérkőzésnek, hogy ma a simább győzelmet tudunk maradni. Egy ilyen győzelmet követően meddig szoktatok bulizni? Semeddig, mert nem mehetünk sehova. De nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok.